kérdezték, hogy a Szent Királyit, az kinek szána, mondom, a 15 millió magyarnak. És mondták, hát a 10 millió magyarra, mondom, nem, nem, 15. Balogh úr, hát amennyi interjút néztem, hallgattam és olvastam önnel, kettő dolog az, ami az egyikből sem hiányzott. Az egyik a sportmúltja, a másik pedig az édesapja, úgyhogy ebből a beszélgetésből sem hagyjuk ki. Tehát az első kérdésem az az, hogy mit adott önnek a sport, ami miatt ma most itt tarthat, ahol van? Ezt mindig el szoktam mondani minden fórumon, hogy a sportnak köszönhetek majdnem mindent. A küzdősport, és most is a szülőket arra kérem, hogy a gyerekeket, főleg a fiúkat, de a lányokat is most már, a küzdősportra irassák be gyerek, és kicsi gyerekkoruktól, mert kitartást ad, hitet ad, magabiztosságot ad nekik, egy közösséget ad, amire most nagy szüksége van a fiataloknak, látva az én gyerekeimet is, hogy mennyire magányosak tudnak lenni, ha nem tartoznak egy közösséghez. És ugye nekem ugye a cselgáncs kísérte végig az életemet, a judo az nekem egy nagyon példaértékű sport, mivel a ruházat tükrözi az adott embernek a tudását, hogy milyen tudást képvisel. Ugye amikor valaki egy hófehér kimonóba áll a tatamin, és egy fekete van rajta, az már azt feltételezi azt a tudást, ami feljogosítja arra, hogy ezt a ruhát felvegye. És ez az üzleti életben is így van, hogy azt kommunikálok, azt mondom, és azt csinálom, amivel hiteles vagyok, és ami megfelel a valóságnak. Tehát a hitelesség az nagyon fontos, tehát azt kell képviselnem, és azt kell kommunikálnom mindenkinek, ami valójában vagyok, amit a termékem tud, és amilyen erőt képviselek a sportban. Tehát akkor a mai napig merítkezik ebből a sportmódból? Abszolút. Megérkezek, hogy engem egész világ életemben arra tanítottak, hogy az olimpiai bajnokot kell legyőzni, nekik mindig ezt mondták az edzőink, és mi így is mentünk el minden nap edzésre és a versenyekre, hogy a nap végén egyszer majd oda elkerülhetünk az olimpiára. És az üzleti világban ellenfelei vannak szintén? Vagy versenytársai? Hát ugyanaz, versenytársai. Hát vannak persze, az elején vannak ellenfelei az embernek, csak én, ez is egy tanításom egyébként, hogy nem szabad foglalkozni a konkurenciával, nem szabad foglalkozni, hogy más mit csinál. Persze figyelni lehet, hogy mik a reakciói, vagy hogy viselkedik egy-egy aktuális ötletünkre, de nem szabad foglalkozni, tenni kell a saját dolgunkat, és a saját dolgunk erejét kell kihasználni, és kreativitás arra, hogy nőni tudjunk. Utalok itt arra, hogy nem a versenytársnak a legyőzése a cél, hanem az a cél, hogy a mi termékünk sikeres legyen a piacon. Tehát nem hagyja, hogy eltereljék a figyelmét? Nem, nem. Soha nem foglalkoztam. Most is jöttünk idefelé, és a kávézóláncomnak a vezetője mondta, hogy tervezzük Magyarországon, és nyitunk még kávézót, és mondta, hogy van egy hely, ahol kinéztem, és ott négy kávézó van. És mondom, mi van négy kávézó? Kérdeztem tőle, hogy a Mon Parkban hány kávézó van körülöttem. Mondta, hogy 7. Akkor a legjobb kávét kell adni, és akkor nálunk lesznek a több vendég. Nálunk lesznek a jobb az ellátás. A következő pedig az édesapja. Mi az, amit édesapjától hoz az üzleti világba? Hát az édesapámtól a szakmai elhivatottságot, az szerénységet egyébként. Én nem mondom, hogy szerény vagyok, de elő szokott fordulni. Az üzleti életben egyébként az vagyok. Soha nem bízom el magam. Hát azt, hogy ő ugyanazt képviselte a szakmában, amit én a sportban egyébként. Ő a magyar üdítőita gyártás egyik úttörője volt. Nagyon sok magyar üdítőita a brand fűződik a nevéhez. Vegyészmérnök volt, fejlesztési főmérnöke volt a Közép-Magyarországi Pincegazdaságnak, a Nyáron-Rincz Állami Gazdaságnak, később az Olympus Kft-nek, úgyhogy nagyon sok jó terméket fejlesztett, és tulajdonképpen ő indította náluk a Szikrálmi Gazdaságban volt az első nyugat-európai magyar vegyes vállalat, egy görög-magyar cég, ahonnan narancssűrítmény jött be, és itt narancsleveket palackoztak, meg gyümölcsleveket. Mi az, amiben teljesen más az édesapjához képest az üzleti életben, és mi az, amiben teljesen ugyanolyan? Tényleg utánam olvasott, mert más, mert azért kellett kiválnom, hogy a 2003-ban döntöttem úgy, hogy kiválok a családi vállalkozásból. Hát azért csak a kommunizmusban szocializálódott, hogy úgy mondjam, és ilyen kemény kalapos vezető volt.
önáll a divat volt az, hogy féltek a kollégák tőle, nekem ez nem tetszett. És az, hogy én is gazdasági alapú ruházok be, de én a mindenből mindig egy maximalista vagyok, ezt a sportból hoztam, és hogyha én azt mondom, hogy a világ legjobb vizét palackozok, azt a világ legjobb gépével kell palackozni, tehát ő soha nem vettem. Amikor megvettem 2007-ben az első Krones gépemet, ami akkor a világ legjobb gépe volt, akkor leestek a székről, ijedtük be. Szegény már nem érhette meg egyébként, hogy beüzemel, 2007-ben hagyott itt minket, de ő mindig olcsóbb gépeket vett, tehát a nap végén mindig a legolcsóbbat választottuk. Aztán 3-4-5 év múlva mindig kiderült, hogy aztán drágább lett az olcsó, és az élet engem igazolt, mert 2007-ben, amikor megvettem ezt a gyártósort, akkor ismerte tulajdonképpen a multinacionális szakma. A világ négy legnagyobb cége itt volt Magyarországon, Közép-Európában, Szlovákiában is, és ugye én az ő piacukat akartam. A kettőnek meg is szereztem, úgyhogy az élet engem igazol. Milyen főnöknek és milyen üzletembernek tartja magát? Határozott vagyok, szókimondó vagyok, nem vagyok igazságtalan, rendkívül igazságos vagyok. Nagyon szerethetők a kollégáim, meg szerettem is, meg szerintem szeretnek is engem, mert igazságos vagyok, tehát én csak az igazságtalanságot nem tudom elviselni, és a hazugságot, tehát néha merezgetik a kollégáim a szemüket, mikor akár egy partnernek, vagy kollégának elmondok mindent, tehát én a szívem van a számon. Tehát én úgy gondolom, hogy én már jutottam oda, 54 éves vagyok, hogy nem köntörfalazok senkinek. Tehát elmondom mindenkinek, hogy mi a véleményem arról, amit csinál, vagy hogy csinál, vagy jó csinálja, vagy nem csinálja jó. És egyébként meg elfogadom az ellenvéleményt is. Ebbe is toleráns vagyok, de azt gondolom, hogy olyan szakmai út van már mögöttem, sajnos 35 év, meg szakmai tapasztalat, és sok-sok 100 milliárd forgalom, ami elég határozottá teszi az életemet. A magánéletbe is, és a mindennapi életbe, és az üzleti életbe is. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy egy dolgozó lojális legyen a céghez? Lehet, hogy nem leszek szimpatikus a dolgozók szemébe. Azt meg kell tanulnia mindenkinek, hogy nem szocializmus van már. Tehát nem a cég van a dolgozóért, nem a dolgozó van a cégért. Tehát azt gondolom, hogy visszatérve a kérdésre, hogyha biztonságban van, jó körülményeket, jó fizetést kap, jó megélhetése, és meg van becsülve a munká, és el van ismerve, akkor egy jó munkahelyen van. Legfőképpen egyébként az az ő feladata, hogy olyan helyen dolgozzon, ahol szeret dolgozni. Nem szeretem azokat a kollégákat, akik péntekkel már pucolnak haza, hogy akik elég volt, meg eldobják a kalapot, kabátot. Nem azt mondom, hogy ilyen napon dolgozni kell. De én például, amikor elkezdtem építeni a cégeimet, én például kifejezetten gyűlöltem a szombat-vasárnapot, nem tudtam dolgozni. Nem tudtam azt csinálni, amit szeretek. És sokszor szokták nekem mondani, hogy miért nem, már most már van annyi, meg van olyan egzisztenc, hogy miért nem vonulok vissza, miért nem hagyom abba. Azért, mert a mai napig boldoggá tesz a munka. Az, amit csinálok, az boldoggá tesz. Ezt tesz boldoggá. Ez a 30 plusz év az üzleti életben hogyan formálta az ön jellemét? Hogyan képzeljük el a 30 évvel ezelőtti Balogh Leventét, és a mostanit meglátjuk? Hát a 30 évvel ezelőtti Balogh Levent az tulajdonképpen egy hegyet el tudott volna hátán hordani. A mai már nem annyira. Tehát azért az ember, hogy mondják, hogy a görnyed a háta a teher alatt. Mondjuk még tartom magam, egyébként ezt is a sportnak köszönhetem. Én azt gondolom, hogy addig, amíg minden héten több órát, most 10 éve éppen K1-ezek, küzdeni tudok 18-20 éves profi boxbúnyósokkal, addig én fitnek és erősnek tartom magam. Amíg az adrenalinom el tud indulni a sportba, addig el tud az üzleti életbe is, és amíg ez el tud indulni, addig van lendületem is, úgy gondolom. Azt nyilatkozta egy korábbi interjúban, hogy most már inkább mentorként szeretne szerepelni, ugye ezt látjuk a Cápák között című műsorban is. Mi az, ami miatt ön mentorálni szeretné az új vállalkozásokat? Szokták azt kérdezni, hogy hova akarok még eljutni, és mostanában szoktam azt mondani, hogy már nagyon sehova, legfőképpen sehova. De most azon dolgozok egyébként, szeretnék az Európai Ásványi Szövetség munkájába egy kicsit jobban részt venni, akár a környezetvédelmi, akár a gyártási, akár a forrásnak a védelme szempontjából. De a fő feladatom az, hogy átadjam a
ez a 35-40 év alatt megszerzett tudásomat, tapasztalatomat. Nekem az a véleményem, hogy nekünk magyar nagyvállalkozóknak, akik létrehoztak valamit itt a térségbe, és egyébként én ez a szlovákiai részt is annak tartom. Kérdezték, hogy mondtam, hogy a Szentkirály ásványvíz, az egy külföldiek is voltak egy társaságban, és kérdezték, hogy az kinek szállam. És mondtam, hogy hoztunk egy ilyen íratlan törvényt a szakma, hogy a kút környékétől 500 kilométeres körzetbe nem lehet messzebb vinni a vizet. Tehát az a társadalomnak a kiváltsága, egy jó minőségű ásványvíz fogyasztása, akik ott élnek. És ezzel elérjük azt, hogy nem 50 évig elegendő az ottani víztartalék, hanem 100 évig. És minden régiónak ez legyen meg a kiváltsága. És kérdezték, hogy a Szentkirályit az kinek szállna, mondom, a 15 millió magyarnak. És ott a 10 millió magyarra, mondom, nem 15. Igen, és nagyon jó is, hogy felhozta a környezettudatosságot, mert volt a Tarsolyomban egy ilyen kérdés, hogy a fenntarthatóság az mennyire játszik szerepet az ön cégében. Hát az nagyon fontos számunkra, hogy ezt mindig minden fórumon el szoktam mondani, hogy nem a kibocsátót kell büntetni és szídni, hanem a szemet előtt. Tehát amikor szígyük, hogy ilyen PET palac van, meg, hát mondjuk egyébként azt szoktam mondani, hogy a PET palack az azért nagyon jó, mert úszik a víz tetején, mert ugye az akkumulátor, meg a porcelán, meg a televízió, meg a számítógép, meg a nyomtató, az lesüllyed a folyóknak az aljára, és még nagyobb kárt okoz a környezetnek. Úgyhogy az is a véleményem egyébként, hogy a PET palack a világ legkörnyezetbarátabb csomagolóanyaga, akkor, ha megfelelő gondossággal bánunk vele, nem dobjuk el, hanem szelektíven gyűjtjük. Ugye itt Szlovákiában már úgy tudom, hogy megvan oldva ez a probléma, úgyhogy már nem is probléma. Magyarországon remélhetőleg a jövő évre be lesz vezetve, reméljük, hogy a betétdíjassá fog kerülni. Nekünk már gépeink is vannak rá, vagy automatáink, amivel vissza tudjuk gyűjteni. A körforgásos gazdálkodásba hiszünk, hogy mindenki amennyit kibocsájt, annyit hasznosítson újra. Ez egyértelműen az ászlónkra van tűzve, és nagyon sok intézkedést teszünk egyébként, hogy megfelelőképpen óvjuk a környezetet, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy a szemetelőket kell megfékezni. Térjünk akkor rá a Cápák között című műsorra. Miért fogadtál a felkérést? Pont ez miatt, a segítségnyújtás miatt? Hát igen, ugye ezt az előbb azt hiszem, hogy nem mondtam végig, hogy magyar vállalkozóknak, magyar nagyvállalkozóknak, akik itt hoztunk létre értékeket, nekünk az adott környezetünkben a kötelességünk, hogy a fiataloknak példát mutassunk. Mert egy német vállalkozó német gyereknek fog példát mutatni, egy amerikai az amerikai gyereknek, egy francia franciának. Nekünk itt a közép-európai részen, a magyar közösségekben, a magyar gyerekeknek, magyar fiataloknak kell példát mutatni, hogy igen, itt is lehet nagyot csinálni, nagyot alkotni, és ez nekünk kötelességünk, és ez az edukáció, amit nekünk itt kell végrehajtanunk, mert ugye ennek a közösségnek köszönhetjük azt, hogy mi ekkora vállalkozók lettünk, és például, hogy ennyi embert tudunk ellátni munkával. És mert ugye egyetemeken, főiskolákon, iskolákon, de még itt Dunaszerdán is tartottam előadást vállalkozóknak, ahol nem mesélek másról nagy okosságot, nem mondok, elmesélem azt, hogy én mit csináltam. Mert ugye nem én vagyok a világ legokosabb embere, de egyszer csináltam valamit, ami jól sikerült, és ezt el szoktam mesélni, és mindenkinek úgy mesélem el, ahogy éppen gazdaságilag, marketing oldalról, vállalkozói oldalról, ki milyen módon kíváncsi rá. És jó jött nekem a Cápák között, mert ugye a Cápák közöttben nekem az a véleményem egyébként, hogy az emberek között kétféle típus van. Az egyik a vállalkozó típusú ember, a gyerekeknél is egyébként, most már a általános iskolákban tartok előadást, és már edukálom őket, hogy már ott azon gondolkozzanak, hogy vállalkozó típusú ember, vagy menedzser típusú ember. Mert ez kétféle ember típus, ezt úgy szoktam jellemezni, hogy van egy nagy zenekar, szimfonikus zenekar, hogy a karmester, aki térbe lát, és látja, hogy ki milyen hangszeren játszik, ő a vállalkozó, aki egy gyönyörű művet vezényel a zenekar tagjaival. És vannak a menedzserek, a zongora művész, a cselló művész, akik viszont fantasztikusan játszanak az adott eszközükön, és gyönyörű dallamokat csalnak ki belőle, de hogy abból egy zenemű legyen, ahhoz kell a karmester. Egyikük sincs meg a másik nélkül, mert hiába van a
És ezt mindig hangsúlyozom, hogy a vállalkozó vagy a menedzser egyik se több a másiknál. A vállalkozó, a karmester hiába hadonászna, ha nem ülne ott senki lent és nem játszana hangszereken, vagy rosszul játszana rajtuk. És a menedzser se tudna egy zeneművet eljátszani, hogyha valaki nem mutatná, hogy mikor ki következik. És ezt az iskolásoknak ezt szoktam mesélni, hogy ők melyiknek tartja magát, és akkor hát szoktam ütetni őket, hogy akkor rakja fel a kezét, aki vállalkozónak tartja magát. És ez azért is, meg aki menedzsernek, azért is nagyon jó, mert hosszú távon nem csalódik az életbe. Mert hogyha egy fiatal mondja, hogy vállalkozok, és mondja, hogy vállalkozó, és mire akarsz vállalkozni? Ez nem így megy. Tehát nem úgy leszünk, hogy vállalkozók leszünk, aztán majd kitalálunk, hogy mit, hanem kitalálunk valamit, és aztán majd kiderül, hogy azt bevisszük menedzserként egy nagy cégbe, vagy kiderül, hogy egy saját vállalkozást alapítunk rá, de az csak akkor működik, ha vállalkozó típusú emberek vagyunk. Önnek egyébként mikor esett le, hogy ön abszolút vállalkozó típus, amikor a Genovai foglyot olvasta? Nekem már gyerekkoromban leesett egyébként, én nem voltam. Honnan is lehet egyébként tudni a diákoknál, hogy ki a menedzser típusú, meg ki a vállalkozó típusú, hogy vannak azok a gyerekek, akik nem tanulnak, nem nagyon tanulnak otthon. Én ilyen voltam. Én óránt megtanultam a tananyagot, és tulajdonképpen elmentem focizni. Ezek a vállalkozó típusok, akik egy erős 4-es tanuló voltam. Nem is akarták soha tőlem, hogy én kitűnő legyek, és nem is várható volt elvárható tőlem, mert egy ilyen vállalkozó típusú ember, amivel nem akar vállalkozni, vagy foglalkozni, nem foglalkozik. Persze azon a szinten megcsinálja, hogy tudjon haladni az élete, de a menedzser típusú ember például a magolos, aki megtanulja oldalakat, elolvassa, nem érti, és lehet, hogy fél év múlva elfelejti, de a vállalkozó típusú az nem felejti. Mert amit én a tanár, például a történelem tanár elmondott a történelem órán, én azt tudtam, és azt értettem, és megtanultam örökre. Ma is a gyerekeimnek ebből nyilatkozom. De az, aki a történelem tantárgyat áthúzogatta narancssárga féccel, vagy és a kiemelt mondatokat megtanulta, és a dolgozatra az beírogatta, az menedzser típusú ember. Én például nem vagyok menedzser típusú, mert én nem tudom egy óránál tovább nézni egy asztalfeletet. Én nekem muszáj főfelé nézzek, és nézem, hogy merre megy a hajó. A menedzser típusúnak feladatot kell kiadni, és a feladatot kell maximálisan, fantasztikusan megoldania, és ő meg is oldja, mert ő képes arra, hogy összpontosítson egy feladatra. A vállalkozó nem képes arra. A vállalkozónak szüksége van a menedzserre. És a diákoknál már lehet látni, a szülőknek is azt javaslom, hogy nézze meg, hogy az ő gyerek az órán megtanulja már az anyagot, de ez lehet, ez matematika, fizika, kémia, biológia. Például a biológiát is az órán tanultam. Nagyon szeretett a tanárnő engem egyébként, mert pontosan tudta, hogy semmit nem tanulok otthon, de imádott, mert mindig 5-ös dolgozatot írtam. Mert amit mondott biológiából, azt én értettem. Én nem a mondatokat tanultam meg. És ez a különbség a kettő között, de egyik sincs a másik nélkül. A népszerűségen kívül mi az, amit adott önnek a cápák között? Felelősséget. Felelősségtudatot és hivatást, egy újabb hivatást. Egy újabb hivatást, és visszacsatol az élet. Sokszor azért, mert azért kapok én is támadást, hogy elszomorodok, de mindig, amikor látom a fiatalokat, a diákokat, amikor látok 400 egyetemistát a közgázon, akiknek előadást tartok, a 300 dabasi általánosiskolásnak a csillogó szemét, akkor mindig hitet ad nekem, hogy ezt csinálnom kell tovább, és hogy valójában jó dolgot csinálok, és egyébként ott vagyunk most, mindenki azt hiszi, hogy már a rendszerben működünk, nem igaz. A mai napig nem tudják sokan, főleg ebben a keleti blokkban, ahol mi sajnos ide szorultunk, Szlovákia is, meg mi is, például a tőke. Mi az a tőke? Az, hogy vállalkozó vagyok, hogy nem lehet hitelből vállalkozni, mert tilos. Miért? Mert tilos. Mert megtakarításból, tőkéből lehet csak vállalkozni. Fejlődni lehet hitelből. De csak akkor a vállalkozás méretéhez az kell, hogy hitelt vegyünk föl, hogy növekedni tudjon. De a standard működéséhez nem veszünk föl hitelt, akkor elindulunk egy negatív. Tehát ilyenekre kell megtanítani. Meg kell tanítanom a fiatalokat, hogy menedzser vagy vállalkozó. Egyetemista. Megmondom, hogy pénzügyi szakemberek. Nem tudják, hogy mi az a tőke. Ha tudják is, és tanulták az iskolába, nem tudják, hogy azt mire kell használni. Megkérdezik a mai nap bankigazgató, és akkor honnan van tőke? Hogy tud ilyet kérdez egy bankigazgató?
honnan? Megtakarításból kell. Nek az én tőkém az az volt, hogy jó menő vállalkozó voltam Magyarországon, volt egy szép házam, két autóm, belvárosi irodám, és amikor úgy döntöttem, hogy megveszem az édesapámtól a Szentkirályi gyárat, ha nem hitelt vettem föl, 250 millió vettem meg, hanem eladtam a házamat, ugye ezt is megkaptam a social médiából, hogy könnyű nekem volt olyan házam, ami akkor, meg autó, hogy 250 milliót ért. Igen ám, de azt elfelejtik, hogy 12 évig vállalkozó voltam, és több termékben piacvezető voltam Magyarországon, és azt halmoztam föl. Abból lett ez a tőkém, ez a megtakarításomból, vettem egy házat, vettem egy kocsit, azt fölraktam, ez a rulett asztalt kell elképzelni, van a piros és a fekete. Piros a vállalkozás, a fekete meg, hogy maradok. És nagyon sok vállalkozónak elmondom, amikor fejlődni akar, hogy, és nagyon soknak a felesége fölhív és megköszöni, hogy lebeszéltem a férjét, hogy vállalkozom. Mert ő menedzser, és a fizetéséből egy biztos megélhetés biztosít a családjának. Autójuk van, nyaralni tudnak, házuk van. Aztán egyszer csak úgy, hogy van egy olyan nagy ötletem, hogy én vállalkozó leszek, akkor azt bizony azt vagy eladja, és bizony az esetek 80%-ban tönkre megy, egy család tönkre tud benne menni, vagy pedig azt mondja, hogy így élek tovább, így élem tovább az életemet. Vagy pedig, amit én csináltam, csak én még fiatal voltam, hogy én gazdag vállalkozóként fogtam a két gyerekemet, a feleségemet, az úszómedencés házból, beköltöztem egy albérletbe. És az volt a tőkém, azzal a tőkében megvettem a Szentkirályi telephelyet, és az volt a Szentkirálynak a tőke szerkezete. És ezt mindenki elfelejti. Nem lehet hitel, hogy akkor hitelt vettem volna fel erre, és utána, amikor megvolt a tőkén, megszereztem a Szentkirályt, meg azokat a Risszrosz gépeket, akkor utána persze már hitelt vettem föl azért, hogy növekedni tudjak. Még két kérdésem van önhöz. Az egyik az, hogy egy ilyen jómódú ember mennyire tudja közelengedni magát az emberekhez, mennyire bízik az emberekben? Én abszolút bízok az alapban. Nekem van egy másik dologban, elég tehetséges vagyok, hogy én sokszor el szokták rólam mondani, hogy én egy készfogásból tudom, hogy kivel állok szembe. Tehát én tudom. Én tudom, hogy a Balázs ki, tudom, hogy a Daniel aki, tudom, hogy ön ki. Még nem fogtunk kezet, de majd kezet fogunk. Ezért mondtam azt, amikor Covid volt, nagy bajban voltam, nem lehetünk kezet fogni. De ez egy nagy tehetség nekem, tehetségem egyébként, és ezért is nem nagyon szoktam az emberekbe csalódni. És ez a tehetség az embernek, akinek van egy ilyen tehetsége, ez csiszolódik. Ez egyre szenzitívebb és egyre finomabb lesz. És egyre jobb emberekkel veszi magát körül, és egyre jobb emberekkel dolgozik. És hiszem azt, hogyha meginog a bizalom, ott el kell búcsúzni a két félnek egymástól. Nem azt mondom, hogy nekem kell kirúgni valakit, hanem a két fél, ha nem megélegedett egymásra, az alkalmazott vagy a vezető, akkor kezet kell fogni, és el kell búcsúzni egymástól békésen, és mind a kettőjüknek a saját boldogságát meg kell tanulni. És ez a privát életre is így igaz? Abszolút. Abszolút. Hát ezt is tanulom még, de abszolút, persze. Tehát mindig van barátfelvétel, mindig elfárad egy barátság, jönnek új barátok, mennek el régi barátok, de ez a világon semmi probléma nincs. Az utolsó kérdésem pedig, mit tudna tanácsolni? Hogyan látja a 21. században, mi lesz még az az üzlet, ami megéri, amiben megéri befektetni? Aktuálisan mindig van jó üzlet. Mindig a helyzet szül újabb és újabb lehetőségeket. Ezzel élni kell, az éles szeműnek kell lenni mindenkinek. Ugye most az informatika, az energetika nagyon megy, a törvényi szabályozásokon is múlik, hogy az üzlet mikor, mekkora lesz. Hát ezt igen, ez egy éles látású vállalkozóra van szükség, és nem menedzserre. Például nem szeretem azokat a menedzsereket, akik azzal gondolkoznak, hogy mit kéne csinálni egy cégnek. Neki nem kell azzal foglalkozni. De azzal kell foglalkozni, hogy a cégvezető rávisz, hogy az hajtsa végre. És amikor nekem is egy-egy menedzserem elkezd már kalandozni, meg nekem ötleteket adni, akkor már bajba tud kerülni. Daniela szokott adni, de tőle meg szoktam kérdezni mindig. Tehát akkor az energetika és az informatika az, amiben úgy látja, hogy most abszolút érdemes. De az is, de a kereskedelem és a kereskedelmi termékeknek, az élmiszeripari termékeknek, minden az élmiszeriparban 5-10 évente mindig van egy élmiszeripari forradalom, egy robbanás. Mindig vannak divattermékek, mindig vannak aktuális termékek, árérték arányban, minőségben. Ugye most jön a divatba, most félünk a betegségektől, és kijöttünk Magyarországon az immunerősítő ásványvizekkel. Mindig van aktualitása az adott körülmény, az adott baj, az adott válság, mindig újabb és újabb. Tehát
ahelyett, hogy mindenki elkezd sipákolni, és jaj, most mi lesz velünk, ahelyett nézze meg, hogy milyen új ablakok nyílnak ki. Mert ilyenkor, mikor válság, mindig újabb és újabb ablakok nyílnak ki, ahol újabb és újabb üzleti lehetőségek nyitnak. Számtalan kérdésem lenne még, de az időnk véges, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örülök, köszönöm szépen. Örülök, hogy találkoztunk.